Sziasztok! Jöjjön egyelőre talán az utolsó videó a DJI Mini 3 Pro-ról, és ebben a videóban, hát ugye teljes mértékben nem tudom megcsinálni nektek a távolságtesztet, mert ugye jelenleg erre jogilag nincsen lehetőség sem Magyarországon, se az EU-ban, mert hogy ugye open kategóriában mindig látótávolságon belül kell maradni, viszont láttam, hogy sokan olvastátok, illetve néztétek a külföldi videókat, hogy az RCP próval, hát hogy is mondjam, hogy nem mindig teljesít tökéletesen, és hogy uh, olvastam ugye a magyar fórumokat is, ugye a Dronehangeri társadalmat, egy Facebook csoportot, a Mavic csoportot is, és volt ott szintén, aki azt írta, hogy akár pár száz méter után uh, megszakad -e el. Megmondom őszintén, hogy én most már azért elég sokat repültem vele, voltam vele lakott területen belül is, és nem tapasztaltam egyelőre olyat, hogy megszakadt volna jár. Ugye itt nincsen kimondottan kiúszható vagy kinyitható antenna, hanem gyakorlatilag ugye itt a távirányítónak az eleje az antenna, tehát hogy ezzel kellene úgymond megcélozni a, a, a gépet valahogy így, hogy jó legyen az irányításunk, úgyhogy most akik régóta követnek bennünket, azok talán emlékezhetnek arra, hogy uh, szintén ugye nem mindig volt lehetőségem régen elvinni az igazi távolságtesztre a drónokat, és úgy csináltam meg, hogy itt elrepültem vele egy ilyen 5-600 métert, és szépen elkezdtem lesüllyedni a földhöz közel, hogy mennyire tudok lemenni, illetve milyen messze tudok elmenni minél alacsonyabban. Most, hogy ezt egy kicsit még jobban úgymond megspékeljem, direkt beálltam ide a fa mögé, hogy ö, legyen köztünk valami, illetve most a távirányítóval nem a gép felé, hanem pont a gépnek háttal fogok állni, hogy egy kicsit nehezítsem a dolgát azért, hogy ne kelljen annyira messzire menni, aztán lehet, hogy tök jól teljesít, szóval bekapcsolom a gépet, és nézzük, hogy mit produkál ezen a kis tesztem be is kapcsoltam a gépet, még megvárom, hogy összeszedje itt a műholdat, addig indítok nektek egy screen rekordot. Így van, el is indult, közben már van 11 műholdam, úgyhogy még mindjárt egy 12. Homepoint point updated, úgyhogy mehet is a felszállás. Hát igazándiból a gépnek a videójára nem nagyon vagyunk kíváncsiak, még azért egy valamit nézzünk meg. Azt mondja, hogy engedjük neki, hogy uh, kikerülje a dolgokat, bár itt hazafele nem nagyon lesz semmi. Viszont azt megnézzük, hogy uh, RTH, hof, nem kell annyi, nehogy, csak hogyha megszakad a jel, 60 méteren bőven jó, hogyha uh, hazajön, azt mondja, hogy Signáloszt esetén RTH van. Ez egy fontos információ, mert ugye az a célom, hogy ezt kipróbáljuk. Úgyhogy. Mehet a fölszállás. És akkor itt a kis fa fölött elhúzunk. És nem is megyek, ugye, magasra, mert ugye ez a tesznek a ö, lényege, hogy mögöttem van egy fa, a távirányító, merre néz, és hogy milyen messzire tudok elmenni. Jelen pillanatban 8,7 méteren repülök. Antó, azt hiszem, talán a az egyik út el vagy a Xiaomi, vagy nem is tudom mivel, elmentem egészen az útig, ami valami egy kilométer volt, és ott le tudtam süllyedni vele ilyen 3-4 méterre, és még nem szakadt meg. Azt mondja, hogy 300 méterre vagyok, 8,7 méteren. Aha, na most kezdi el írni, hogy szignál vik. 400 méter. Aha, aha. Na 400 méteren, már 400 méterre van tőlem, 8,8 méteren. Most nagyon gyenge jel. Nézzük, hogy mit változik a távirányítóma jel, hogyha megfordulok. Hoppá, egyből láthattátok a kijelzőmet, egyből fehérre felugrott a jel, és ö, mehetek is tovább. Most abszolút semmilyen ö, dolgot nem tapasztalak, illetve egy kicsit kipróbáljuk, hogy mit tud az új DJI Mic, mert hogy éppen most ö, szembeszéllel állok vele, úgyhogy remélem, hogy a hang az ö, jó lesz. 600 méter, 8 méteren még mindig, egy csíkocska ment le az RC jelenből, most sárga, most újra, meg sem mozdulok, 740 méter,

egy kilométer, hát. Hát uh, én azt kell mondjam, hogy ez abszolút kiállta szerintem a próbát. Tehát az, hogy 8 méteren, most ugye megfordultam, abszolút uh, megiszakadta el, majd mindjárt visszaadom neki. Tehát, hogy 8 méteren elment egy kilométerre, szerintem ez uh, semmilyen rádiós technikai problémára nem utal, hogyha ezt ugye normális repülési magasságban tesszük, tehát ugye ez a maximum 120 méterig, akkor szerintem ez itt több kilométerig elmenne. Lakott területen belül pedig mindig van interferencia, tehát hogy nem tudnunk olyan technikát mutatni, illetve nem is fog olyan technika létezni, ami lakott területen belül is teljes mértékben tökéletesen fog működni. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez a kis távirányító tökéletesen teljesített, tehát még gépnek háttal is uh, 400 métert teljesített. Szerintem azért az vajubb őszintén nem rossz. Úgyhogy nem tudom, hogy akik fórumba írták, hogy uh, van némi problémájuk, azok nem tudom, hogy milyen környezetbe vagy hol próbáltak megrepülni. Ha esetleg látják a videót, akkor írjátok meg, hogy nem tudom én, uh, lakott területen belül, lakott területen kívül volt valami felső vezeték, volt bármi, mert én úgy gondolom, hogy ez, ez szerintem ez abszolút kiállta a próbát. Vágás közben jöttem rá, hogy egy fontos dolgot nem mondtam el, itt ugye sokan uh, ugye csak az open kategóriába gondolkodnak, és ott ugye van egy alapszabály, még pedig az, ugye, hogy fölfelé 120 méter, távolságban pedig ugye látótávolságon belül kell maradni. Viszont, hogyha valakinek ugye szüksége lenne egy igazi, most nem azt mondom, hogy távolság teszre, de hogy valami olyan munkája van, tehát hogy mondjuk ilyen felmérések, ahol akár egy kilométerre vagy másfél kilométerre is el kellene repülni, bár Hozzáteszem a metriszek, a 210-300, azok még egy kilométerről is látszódnak, szóval, hogy itt azért nem tudom, hogy ez a vélos, ez nincs pontosan meghatározva. Tehát, hogy én egyszer egy olyan területen repültem, és a m 300 at egy kilométerről láttam. Ugye ez egy viszonylag nagy gép lehetett hallani is. Na mindegy, szóval, ha valakinek olyan lenne a munkája, hogy szükség lenne akár speciális, vagy műveleti engedélyre, vagy egyéb dolgokra, akkor keressétek a légtér.hu-t, és őt segítenek nektek a ennek az ügynek a megoldásában. Viszont van egy fontos dolog, hogy ne várjatok egyből erre úgymond megoldást vagy árat. Mert ahogy említettük már, volt velük egy ilyen másfél órás beszélgetés, ha nem láttátok, azt nézzétek meg. Szóval, hogy minden eset más és más. Ezért írjátok le, hogy mondjuk mevik kettes gépetek van, és nem tudom én, vasúti sineket mértek föl, és messzire akartok repülni, de nem veszélyeztettetek senkit. Tehát, hogy minél több információjuk legyen arról, hogy nagyjából ez az ügy uh, mennyibe kerül, és milyen át ideje van, mert ha csak azt írjátok, hogy nektek szükségetek van egy műveleti engedélyre, vagy egy speciális uh, kategóriára, akkor arra nem fognak tudni mit mondani. Tehát minél több információt adjatok meg. Ahogy említettük, azért az, hogy lakott területen belül, tehát mondjuk Pesten a Duna fölött egy nem tudom én, egy 20 kilós géppel végigrepülni, az egy eléggé nehéz dolog de amúgy minden másra van megoldás. Szerintem azért ez a Mini 3 RC Pro egészen jól teljesített így alacsony magasságba, ha normális magasságon, tehát én 100-120 méter magasra mentem volna, akkor szerintem bőven ment volna még, de ezt most ugye nem fogom kipróbálni. Úgyhogy szerintem a távirányító és a gép kiállta a próbát, ne felejtsetek el feliratkozni, ha pedig venni szeretnétek a gépet vagy bérelni, akkor a MyActionCam oldalán használjátok a DroneHungary 2022 kuponkódot, és nem sokára jön a következő videó. Sziasztok